már hagyomány, hogy a Pince Fesztivál nyitányaként kihirdetjük az idei borverseny eredményeit. A szakértő zsűrinek a sok remek bor közül sikerült kiválasztani a három legjobbat, valamint az évbora, vagyis Lajos Komárom bora címet is megtalálták a legméltóbbat. Harmadik helyezést ért el Hutwagner László olasz Riesling borával. Második helyezett Reisinger Áci zenétbora. Reisinger Ádám, bocsánat. És a győztes Mohai János Cabernet Sauvignon bora. Lajos Komárom bora címet az idén Hutwagner László olasz Riesling nyerte. Gratulálunk a kimagasló eredményekért. Rendszerint ezen az ünnepi alkalmon adjuk át a Lajos Komáromért kitüntető oklevelet és plakettet annak a személynek, aki sok éves közösségi és szakmai munkája alapján kiérdemelte azt. Az idén Sirokai Ferenc tanár úrra esett a választás. Megköszönve sok éves önzetlen munkáját, Péter Hollében gondolataival kívánok Ferinek, Lajos Komárom minden lakója nevében nyugodt, békés, nyugdíjas éveket családja körében. Késő nyáron egyedülálló hangulat lengi be az erdőket. Élénk zöldjüket a koronák elmosódott sárgás zöldre cserélik, úgy fest, mintha egyre több fa fáradna el, és várna elcsigázottan egy kimerítő idény végét. Csak úgy, mint mi nálunk embereknél egy dolgos nap után. Eljön a jól megérdemelt pihenés ideje. Érdemünk, hogy mit értek előseink. Kötelességünk azonban, hogy büszkék legyünk rájuk, és kalapot emeljünk erőfeszítéseikért, elért eredményeikért. A mai ünnep színvonalát egy olyan esemény is emeli, amely falunkat besorolja majd azon kevés települések közé, akik szobrot emeltek Herceg Batthyány Fülöpnek, aki falunk alapítójának, Lajosnak a fia. Hogy mindez megvalósulhatott, az önkormányzat mellett köszönhető azoknak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak, családoknak is, akik önzetlen támogatásukkal közel 900 ezer forinttal járultak hozzá a költségekhez. A rang kötelez, szokták mondani, bár élete végéig lojális maradt császárához és királyához, igazi példamutató hazai fi is volt egyben. A táblán látható festményen lipótrendi keresztet visel, amely egy polgári és katonai kitüntetés volt, jutalmául a derékségnek és az érdemnek. Mohó és árulásra kész világunkban példát mutathat nekünk önzetlenségből, hazaszeretetből. Neki szeretnénk méltó emléket állítani a néhány napja elkészült szoborral, valamint azzal a kis jelenettel, melyben a két Batthyány apa és fia beszélgetnek, ahogy már említettem, a jelenetet Sirokai Ferenc írta. Fogadják szeretettel. Hű, méltó kezekbe kerül az óriási birtok. Tudod, pár éve alapítottam egy mintafalut, amit rólam elnevezve már a Lajos Komáromnak hívnak a környékbeliek. 112 jobbágytelket adtam, jöttek magyarok, svábok, tótok, de mára sem lett gazdája mindnek. Jártam ott. És van egy ötletem, aminek majd nem tudnak ellenállni. Szőlőterületet adományozok birtokomból, művelési, beszolgáltatási önállósággal. És ha működni fog, akkor nem csupán egymásra merőleges, rendes, nyílegyes és utcái miatt lesz első rendes falu. Ha ezt megvalósítod,
még szobrot is állítanak neked, így megnyugodva térek meg mennyei bírám elé. Az elkészült mellszobor alkotója, falunk szülötte, Meixner Hegyi Etelka porcelán tervező művész. Nem kis feladatra vállalkozott, hiszen egy alkotáshoz sok-sok kutató munkára van szükség, hogy lehetőleg a leghitelesebben tudja ábrázolni a kiválasztott személyt és annak karakterét. Őt kérem meg, hogy néhány mondatban ossza meg velünk mindazt, ami a szobor elkészítésével motivált. Mivel általában absztrakt műveket készítő művész vagyok, és így is ismernek, egy kicsit új volt és meglepő, hogy ismét egy ilyen naturális ábrázolásos feladatra kell vállalkoznom. De hát természetesen, mint a művészek általában mindenben megtalálják a mélyebb tartalmat és a mögöttes jelentést, így én is inkább a jellemábrázolásra próbáltam törekedni. Aztán egy ilyen nagyon érdekes utazásba vitt bele ez a szoborkészítés, hiszen egy kicsit éreztem a párhuzamot a népmesék legkisebb hercege és Batthyány Fülöp élete között. Az üzenetét próbáltam, az élete üzenetét próbáltam belefogalmazni tulajdonképpen az ábrázolásba a szobor tekintetében is, hiszen művészettörténeti tanulmányaim során sokat hallottam arról, hogy az uralkodókat, hercegeket, előjárókat mindig egy kicsit örökké valóságot és a legtávolabbi horizontokat pásztázó tekintettel ábrázolták. Igyekeztem én is ezt belefogalmazni ebbe a szoborba, a hercegi, a mesék legkisebb királyfiának a nemesi erényeit, miszerint nem csak a birtokaink határait próbáljuk minél kiebb tágítani, hanem a szívünket is, a nemes lelkűségünket is, és a gyarapodás mellett, a földi gyarapodás mellett az örök élet forrásához szeretnénk visszatérni. Hát még azt kell tudni Batthyány Fülöpről, ami nagyon fontos megemlíteni, és előttem is mondták már, hogy ő korának híres kulturális mecénása volt. Így most az ő nevében szeretném én is megköszönni mindenkinek, aki nemes lelkűen hozzájárult a szobor elkészítéséhez. És köszönöm szépen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyi Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy szívünket és lelkünket megnyitottad. Amen. Most pedig vegyük Istenünknek áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Áld meg azok emlékezetét, akik ebben a térségben előmozdították az agrár világot, a szőlőtermesztést. Urunk Istenünk, ajándékozó kezeddel áld meg és szenteld meg a hegy szőlőjét, borát, kenyerét, település kenyerét. Áld meg és oltalmazd mindazokat, a benned hívőket is, akik e szőlőből esznek, e kenyérből esznek, és isszák e domb borát. Add, hogy akik megízlelik e hegynek borát, azok szent neved segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretet és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.